a, a karom. Szép Jó reggelt mindenkinek, hogyha ezt reggel nézitek, itt legalábbis reggel van, és itt van a bajnokok reggelie, ami mandulatej, Snickers ízű fehérje a Genius Nutrition-től, egy kis crunchy műzli, ilyen ropogós műzli keverék, valamint puffasztott zappehely. És amint látjátok, szép nagy adag, ugyanis ma Antwerpenbe vesszük az irányt, körülnézünk, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velünk! Sikeresen eljutottunk Antwerpenbe, amiről azt kell tudni, hogy Európa második legnagyobb kikötővárosa Rotterdam után, és az Európai Gyémánt központja, de Bojanával egyetértettünk azon a tényen, hogy nem fog gyémántot kapni, ugyanis neki már van egy személyemben. És az a jó, hogy nem ért magyarul, ugyanis így nem tud vitatkozni ezzel a tényel kapcsolatban, viszont most sietünk és rohanunk és szedjük a lábunkat, ugyanis el szeretnénk érni egy hajót, egy három órás hajóútra megyünk, ami viszont egyszer indul naponta délben és körülbelül 20 percünk van hogy elérjük Just act natural. <laughs> <laughs> amit látjátok, sikeresen elértük a hajót, és amit itt láthattok, azok vegetáriánus húsgolyók, paradicsomszózza, rukolával és sült krumplival. A hajó neve, amin utazunk, Flandria, és a pincérek rettentően kedvesek. Itt van egy étterem és um, rendelni szerettünk volna, és kértük az étlapot, itt fent szerettük volna megenni, ugyanis az étterem az lent van, és Vincér annyira kedves volt, hogy hozott uh, étlapot, de az étlap az nem egy ilyen papírforma volt, hanem egy, egy óriási tábla. Annyira kedves volt, hogy ezt felcipelte, és elmagyaráztam, hogy mi micsoda, ugyanis minden uh, hollandul volt, dachshundul volt írva, úgyhogy egyszerűen muszáj volt neki nagy borra valót adni, mert annyira kedves és annyira segítőkész volt, hogy az valami hihetetlen. Az Antwerpeni vloggal kapcsolatban elhatároztam, hogy szeretnék a videó végén beszélni valamiről, ami véleményem szerint rendkívül fontos. Ez pedig nem más, mint a nyelvtanulás, valamint annak fontossága. Az utóbbi két-három évben relatíve sokat utazunk Bojanával a feleségemmel, sok időt töltünk Hollandiában, Belgiumban, mert vannak ott kedves barátaink, akiket gyakran megszoktunk látogatni, és eleve idegen nyelvű környezetben élünk, Németországban, és a saját bőrünkön tapasztaltuk azt, hogy sokkal jobban kinyílt a világ felénk, amikor megtanultunk egy idegen nyelvet. Belgiummal kapcsolatban jutott eszembe az a téma, ugyanis a mai napig lenyűgöz az, hogy ennek az országnak három hivatalos nyelve van, a francia, a holland és a német, valamint mindenki anyanyelvi szinten beszél angolul is, és csak abba belegondolok, hogyha valaki ott születik, magába szívja a nyelvtudását, kettő-három nyelvet megtanul, még mielőtt eljutna az iskoláig. Amikor Antwerpenben voltunk a hajóúton, először felmérték a terepet, hogy ki milyen nyelven beszél az ott levők között, és ehhez igazították az idegenvezetést. És ahogy élveztük a kilátást, a hajóutat, csak hallottuk, hogy megy az idegenvezetés angolul, németül, franciául, valamint hollandul, és azt hittük, hogy ez az egész előre be van programozva. És amikor bementünk a hajó belsejébe, az étterem részbe, ott láttuk, hogy ez egyáltalán nincsen felvéve, hanem egy idegenvezető, egy körülbelül 70 éves úr, tartotta az idegenvezetést, és improvizált. Tehát, hogyha jött mondjuk egy hajó, akkor hozzáfűzött egy történetet, és mind ezt négy nyelven, hiba nélkül, folyékonyan, és annyira elképesztő volt, utána még beszélgettünk is angolul, és mesélt egyet mást Antwerpenről, meg Belgiumról, ami szintén érdekes volt, sok olyan tényt és érdekességet mondott, amit azelőtt nem tudtunk. És fontosnak tartom, hogy erről az egész témakörről beszéljünk, ugyanis véleményem szerint, hogyha több nyelvet beszéltek, akkor sokkal jobbak a lehetőségeitek nem csak akkor, hogyha külföldön fogtok tanulni, vagy úgy tervezitek, hogy külföldön éltek, hanem akár Magyarországon is, és kifejtem, hogy miért. Induljunk ki abból, hogy sajnos nekünk nincsen akkor a szerencsénk, mint az angol vagy német nyelvterületen született embereknek. Nekünk sajnos muszáj megtanulnunk valamilyen idegen nyelvet ahhoz, hogy boldogulni tudjunk, ugyanis, hogyha csak magyarul beszélünk, ami egyébként rendkívül nehéz és rendkívül gyönyörű nyelv, de hogyha csak magyarul beszélünk, akkor körülbelül 12-15 millió ember érti azt, amit értünk. Szerintem körülbelül ennyi magyar él a világon, vagy legalábbis ennyien beszélhetik a magyar nyelvet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy maximum 15 millió emberrel tudunk kommunikálni, barátokra szertenni, üzleti kapcsolatokat építeni, tanulni, vagy esetleg barátra, barátnőre, félre vagy feleségre szertenni. Hogyha megvizsgáljuk a többi világnyelvet, említve mondjuk az angolt, a németet, a spanyolt, a franciát, esetleg az oroszt vagy valamelyik másik szláv nyelvet, akkor már is sokkal több emberrel tudunk kommunikálni, sokkal nagyobb a lehetőségek tárháza. Még akkor is, hogyha Magyarországon szeretnénk tanulni, élni vagy elhelyezkedni. A nyelvtanulást azért tartom fontosnak, még akkor is, hogyha Magyarországon tervezitek az életeteket, mert hogyha egy adott szakmán, szakterületen belül előre szeretnétek lépni, akkor nagy valószínűséggel lesznek olyan ismeretanyagok, olyan kutatások, Amik nem lesznek elérhetőek magyar nyelven, csak mondjuk angol nyelven, vagy német nyelven, vagy franciául, vagy spanyolul, vagy oroszul, és azáltal, hogy ti beszélitek az adott nyelvet, és mondjuk a többi vetétárs nem, sokkal nagyobb előnybe kerültök, sokkal előnyösebb pozícióba kerültök, és gyakorlatilag a ti értéketeket, mint munkavállaló vagy vállalkozó a piacon ez meg fogja határozni. Nem beszélve arról, hogy szertehetek nemzetközi barátokra is. Nekünk is van nagyon sok olyan barátunk, akiket külföldön nyaralás során ismertünk meg, beszélgetésbe legyettünk, eszmét cseréltünk, és azóta is nagyon jó barátságot és nagyon jó baráti viszonyokat ápolunk. És ez számomra annyira jó, ugyanis tanultam nagyon sok dolgot. Nálam idősebb emberektől, tapasztaltabb emberektől, műveltebb emberektől, amikre nem lett volna lehetőségem akkor, hogyha nem beszéltem volna egy vagy két idegen nyelvet. Valamint Bojanával, a feleségemmel sem ismerkedtünk volna meg, és nem keltünk volna egybe, hogyha annó nem lett volna egy közös nyelvünk, ugyanis ő nem beszél magyarul, én nem beszélek szerbül. Viszont volt egy közös nyelvünk, annó az angol, amikor még teljesen frissek voltunk itt Németországban. Idővel megtanultunk németül is, és én gyakorlatban elsajátítottam két nyelvet. Én annó az angolt azt tanultam iskolában több mint tíz évig. Én úgy vélem, hogy az teljesen haszontalan volt, ugyanis elméleti tudás volt, csak szavakat tanultunk. Viszont én úgy vélem, hogy egy nyelvet akkor lehet megtanulni, hogyha azt be tudjuk vetni, tehát vannak bizonyos szituációk, amikor rá kell kényszerítenünk magunkra, hogy használjuk az elsajátított tudást. Tehát számomra ez az egész iskola rendszerbeli nyelvoktatás az hatástalan. Én az a fajta ember vagyok, aki szeret gyakorlatban tanulni. Én a németet is gyakorlati úton tanultam meg, sajnos ezzel kapcsolatban, a nyelvtanulással kapcsolatban nincsenek tipjeim, hogy hogy lehetne gyorsabban vagy egyszerűbben elsajátítani az adott nyelvet. Talán annyi, hogy ha szeretnétek egy nyelvet megtanulni, akkor legyen egy alap szókincsetek, ami nem kell, hogy sok legyen. Olvastam egy tanulványt, amiben azt írják, hogy például az angolban, hogyha ezer szót tudtok, akkor az általános mindennapi beszélgetések 80%-át már le tudjátok fetni. Nem kell, hogy Tökéletesen beszéljetek angolul vagy németül, vagy akármelyik másik nyelven. A kutyát nem fogja érdekelni, hogy nyelvtanilag az most helyes vagy nem helyes, mellesleg nekem az a tapasztalatom, hogy mind az angol, mind pedig a német nyelvben az oktatás az teljesen más, mint a gyakorlati nyelv. Tehát az angolt is tanultam, de a gyakorlatban egy csomó mindent teljesen más, hogy használnak és lehetséges, hogyha mondjuk egy amerikai, vagy egy, vagy egy brit-angol elmenne mondjuk Magyarországra egy nyelvvizsgára, akkor lehetséges, hogy megbukna. Mert a nyelv az egy szerves dolog, és hogyha az iskolában tanuljuk, akkor én úgy vélem, hogy ez egy, ez egy steril dolog. Tehát én mindenféleképpen azt javaslom, hogyha vannak esetleg olyan barátaitok, akik ugyanazt a nyelvet, ugyanazt az idegen nyelvet tanulják, mint ti, akkor akár kitűzhetitek célnak azt, hogy együtt fogjuk tölteni ezt az egy vagy két órát, mit tudom én, elmegyünk shoppingolni, vagy, vagy elmegyünk étterembe, vagy akárhova, és ezt az egy vagy két órát azzal fogjuk tölteni, hogy az adott idegen nyelven fogunk beszélni, ugyanis azáltal, hogyha erőltetitek, és azáltal, hogyha belekényszerítetek magatokat egyes szituációkba, és használatok kell a nyelvet, akkor ezáltal jobban be fog ivódni. És még utolsó gondolatként szeretném hozzáfűzni a videóhoz azt, hogy én az a fajta ember vagyok, aki rendkívül gyorsan tanul, nagyon tanulékony vagyok. Viszont nem szeretem az elméleti tudást. Tehát, hogyha én tanulok valamit, akkor azt rögtön be akarom vetni, vagy úgy akarom megtanulni, hogy látom, hogy ez az, az adott dolog a gyakorlatban hogy működik. Én így tudok tanulni, így tudok nyelvet tanulni, így tanultam minden mást, amit az életben hasznosítani tudtam, és véleményem szerint a mai iskolarendszer többé-kevésbé elavult. Gondolom ezt azért, mert nem feltétlenül kell a diploma ma már a boldoguláshoz. Ezt látom magamon is, illetve a környezetemen is, mindkét oldalról. Tehát ismerek olyanokat, akik diploma nélkül boldogulnak sokkal jobban, mint a diplomások, és ismerek olyanokat is, akik diplomások, de ugyanúgy nem boldogulnak az életben. És véleményem szerint ez nem feltétlenül a diploma kérdése hanem a belső drive és a motiváció kérdése. Gondolok itt arra, hogy ha valakinek van egy belső drive-ja, ha valaki el szeretné sajátítani az adott idegen nyelvet, vagy az adott szaktudást, akkor megkeresi azt az utat, azt az iskolát, azt a kurzust, azt az embert, aki át tudja adni neki azt a tudást, és függetlenül attól, hogy neki ahhoz most iskolába kell, hogy menjen, és bizonyos um, szertifikációt, birtokolnia, vagy csak szimplán egy gyakorlati tudást elsajátítania, meg fogja tenni. Viszont vannak olyan emberek, ismerek olyan embereket, illetve nagyon sok olyan ember van, akik azt hiszik, hogy csupán az iskola elvégzése miatt garantálni fogja nekik akárki a munkát, és gyakorlatilag azáltal, hogy van mondjuk egy iskolai végzettségük, vagy egy diplomájuk, azáltal már sinem van az életük. Ez egyáltalán nincsen így. Mindig az az ember fog boldogulni az életben, aki igenis dolgozik, aki folyamatosan kitűz célokat, és aki folyamatosan áldozatokat hoz azért, hogy elérje ezeket a célokat, és folyamatosan munkát fektet ebbe az egészbe. Függetlenül attól, hogy ez most egy bizonyos iskolához van kötve, vagy nem. Egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy mai nap már egy csomó mindenhez még papír sem kell. Ahhoz mondjuk, amit én csinálok, tehát az edzéshez, ahhoz kell, anélkül nem lehet. Viszont ezzel kapcsolatban is az a véleményem, hogy amit az iskolában tanultam, ezzel kapcsolatban az édes kevés lett volna a boldoguláshoz. Tehát az, amit ma tudok, mondjuk az edzésről vagy táplálkozásról, azt mind önszorgalomból sajátítottam el. Folyamatosan kerestem új forrásokat, könyveket, embereket, akiktől tanulni tudtam, és folyamatosan pénzt fektettem ebbe az egészbe, könyveket vettem, kurzusokon vettem részt, és gyakorlatilag ez segített hozzá ahhoz, hogy most ott tartok, ahol tartok. És ha most lenne egy időgépem, és vissza tudnék menni az időben, és javasolni tudnék valamit a saját, tizen akárhány éves önmagamnak, akkor azt javasolnám, hogy ne törődj azzal, hogy nem tudod, hogy hova szeretnél tovább menni, tovább lépni, tovább tanulni, az a fontos, hogy tanulj meg legalább egy, de optimális esetben két idegen nyelvet, ugyanis tudom a mostani életemről azt, hogy mennyivel járultak hozzá a mostani életminőségemhez, és vannak olyan emberek, akikkel soha nem találkoztam volna, vannak olyan emberek, akikkel, akiktől nem tudtam volna soha tanulni feleségemmel most nem lennénk együtt, hogyha nem lett volna annó egy idegen nyelv, amit mindketten beszéltünk, és az ismeretanyagok, amit a, az idők folyamán elsajátítottam, az emberek, akiktől tanulni tudtam, ezek mind-mind olyan dolgok, amik nem lettek volna számomra lehetőek, amik, amik nem lettek volna számomra lehetségesek, akkor, hogyha nem beszéltem volna egy idegen nyelvet. Úgyhogy ha 10 vagy 20 évesek vagytok, ne adj Isten, 30 évesek vagy 40 évesek, úgy gondolom, hogy még akkor sincsen késő, és hogyha valamit adtok a szavamra, akkor ezt vegyétek komolyan, mert a nyelv az a jövőben még jobban fel fog értékelődni, a nyelv és az idegen nyelv ismerete. Sportársaim, ez ugyan nem a sportról szólt, ez egy amolyan vlog és elmélkedő videó volt, de köszönöm, hogy velem töltöttétek ezt a pár percet, találkozunk a következő videóban, addig is sziasztok!